A Mercantilban Kembé 2 11. fordulójában Dunaújvárosba látogatott csapatunk. A hazaiak 14 ponttal a 10. helyen álltak a forduló előtt, csapatunk múlt heti remek teljesítménye pontot nem ért a Mezőkövesd ellen, így a 15. helyről várhattuk a mérkőzést. Az összecsapást Böcskei Balázs vezette, munkáját Kovács 2 Gábor, Víg Tarsonyi Gergő és Botló Béla segítették. A találkozó elején rögtön hatalmas helyzet maradt ki. A Valencsik talpa alatt elsuhanó labda magas földihez került, aki nagy zicserben a kapu felé lőtt. Ezután kissé leült a mérkőzés, a következő nagyobb lehetőségre a 34. percig kellett várni, labdát veszítettünk a térfelünkön, és Szár került lövőhelyzetbe, de Holzer remek védéssel hárítani tudott. Már a második játék részben jártunk, amikor egy jobboldali beadás után Jakab rugott luftot a 11-es pontnál, Petneházi ismétlése után visszakerült a labda a támadóhoz, de lövése elkerülte a kapunkat. Az 53. percben Korozmán helyére Kákonyi állt be. Az 56. minutumban Magasföldi használta ki, hogy a bedobásnál nincsen les, beadása Fülöpben akadt el, a lecsolgó labdát Jakab bombázta a kapu fölé. A 67. percben sikerült megszerezni a vezetést. Huszák tálalt remekül a védők közül kilépő Kákonyi elé, szélsőn pedig kabásból a kapu bal alsó sarkába lőtt. 3 perccel később Villám beadása eljutott a hosszú oldalon érkező Cárhoz, de lövését Holzer maga biztosan hárította. A 76. minutumban labdát szereztünk az ellenfél tér felén, Gárdos lefutott a védőjét, de éles szögből leadott lövése elkerülte a kaput. A 79. percben Holzernek akadt dolga, Petneházi távoli lövését követően nagyot védett a levegőben úszva. A 83. percben közel volt a második gól, egy kontra végén Zsivócki indult meg, lövése Szűcsön már túljutott, ám a kapu mellett elsuhant. 2 percre rá Cár beadását követően egyenlíthetett volna Eppel, de a berobbanó támadó centikkel a baloldali kapufa mellé fejelt. Már a hosszabbítás utolsó másodpercében jártunk, amikor szabadrugáshoz jutottak a hazaiak. A labdát nem sikerült kivágni, ami Gengenickiről a kapufán pattant, onnan pedig Koszó elé, aki senkitől sem zavartatva a hálóba passzolt. A lassításon látszik, hogy Petneházi kézzel ért a labdába, tehát szabadrugás járt volna kifelé, ehelyett gól és -2 pont nekünk. A középkezdésre már nem is volt idő, így 1 pontot szereztünk a Dunaújváros otthonában. Folytatás 1 hét múlva szombaton, amikor a Vác együttes látogat Soroksára. Ugye már zsebbe volt a 3 pont, azt gondolom, hoztunk egy rossz döntést, elkapkodtuk, és a kirúgásra ránk jöttek, és ráadásul egy faltból, amiből mondjuk veszélyes volt az ellenfél végig a pontrugásokból. Másból nem igen, azt gondolom, ha sikerült gólt szereznünk, akkor már meg kellett volna tartsuk nyilvánvalóan ezt az előnyt. Így azért ez drága 2 pont volt nekünk. Ma jól játszottunk, szervezetten játszottunk, már a múlt héten is többet érdemeltünk volna, ki kell rángassuk magunkat, meg kell tanulni a csapatnak nyerni hetek óta, ezt mondom, amióta átvettem őket, ez a legfontosabb. Ma sem tudtuk meg tartani, de ettől függetlenül lényegesen jobban nézünk már ki. Most egyenlőre azt gondolom, hogy ez a mérkőzés ez nem okozott nekünk olyan fizikai gondot. Természetesen a Dunaújváros hátrányból különösen ránk erőltette az akaratát, de a területeket azokat szándékosan adtuk át, tehát azt gondolom, hogy ez is benne volt ebbe a játékba. Meg kellett volna nyerjük a mérkőzést, ha vezetünk. Én azt gondolom, hogy sok lehetősége nem volt, nem adtunk sok lehetőséget a Dunaújvárosnak. Szervezetten jól játszottunk. A mi helyzetünkben azt gondolom, hogy nem engem természetesen, hanem a csapatot kell megdicsérni, tehát a játékosokat, ők azért sokat tettek. Én nagyon sajnálom is természetesen ezt a 2 pontot. Hát tekintettel arra, hogy ugyan most rossz helyen állunk, de hátra van még 19 forduló, 57 pontot lehet szerezni. Én azt gondolom, hogy az 57 pontból kell elérjük azt a pontszámot, ami nekünk a minimum célkitűzéshez kell. Ami természetesen a bentmaradás, de hangsúlyozni szeretném, hogy a minimum, ha ilyen úton haladunk tovább, akkor ebből még több is kijöhet. De ezt a játékosoknak el kell hinniük, mert ma ha hiszünk benne, akkor mi 3 ponttal távozunk. Hogy érzem magam? Katasztrofálisan. Azt lehet mondani, hogy amit felépítettünk az utolsó hetekben, azt ma elég szépen leromboltuk, a mai mérkőzés megnyerjük, akkor óriásit léphettünk volna előre. Viszont ilyen helyzet kihasználással nem lehet mérkőzést nyerni. Hát az első fél időben eldönthettük volna a meccset, a második fél idő elején ott volt 2-3 ordító helyzetünk, sajnos ezek kimaradtak, és a futball megbüntetett minket. Utána kaptunk egy szerencsétlen gólt, egy pozitívum, hogy utolsó percig küzdöttünk azért, hogy döntetlenre hozzuk a mérkőzést, de így a mérkőzés összképe alapján csalódott vagyok, mert hetek óta ez kísért minket, hogy ott az ígyszer kimarad, van egy ígyszer kimarad, úgyhogy ebbe óriásit kell előre lépnie a támadóimnak.